ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldatása, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól és a Szentlélektől, a mi vigasztalónktól. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és énekeljük a 158. számú énekünket, a 158. számú énekünket, énekeljük a 84. Zsoltárnak a dallamára, megy, ó Úristen, légy közöttünk. Testvéreim, a 84. Zsoltárt mondjuk el hangosan felállva. A 84. Zsoltárt keresd ki, Valáska, a számítógépen. A 84. Zsoltárunkat mondjuk el hitvallásképpen. Ez egy gyönyörű Zsoltár. A templom, a gyülekezet szeretetéről szól. Vasárnap délutánonként végig magyaráztuk az elmúlt esztendőben, megvan, jó. Mondjuk tehát hangosan, mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek, Ura, sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után, testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez, még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi, oltáraidnál seregek, Ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged, Szela. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol, ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával, újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat, figyelj rám, Jákób Istene, Szela, Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére, bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr,
kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amikor végigprédikáltam, elmondtam, hogy ez egy különös élmény fűz katonáiknál. Voltam, és a farzsebembe becsempészett Bibliámból egy kegyetlen januári éjszakán, a 12-től 3-ig tartó éjjeli váltásban megtanultam kívülről két zsoltárt, a 84. és az 57. zsoltárt. Akkor még úgy vágott az eszem, mint a borotva gyermekek, most kell tanulni. Most már jó pár váltás kellene, amíg megtanulnám kívülről. Válaszképpen halljuk meg, drágáim, a Péter apostol második leveléből az ígét, az első fejezet 10. verséből. Igyekezzetek a ti kiválasztásotokat és elhivatásotokat erőssé tenni, mert ha ezt cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Amen. Foglaljunk helyet. A 476. számú énekünket énekeljük, annak az első két versét. Ez egy buzdító ének, mert fogjuk látni az ige hirdetésből, hogy sajnos mi nagyon hamar elcsüggedünk, erőt vesz rajtunk a hitetlenség, és szükségünk van a nógatásra, biztatásra, bátorításra, fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt. Rajta bátran megsegít, és győzelemet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk, hozzád esdünk, győzedelemért. Lám a sátán serge talpon, szembe törni kész. A legbátrabb harcosoknak bátorsága vész. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Hozzád estünk, győzedelemért. Drága testvéreim, folytatjuk a János evangéliumának a magyarázatát. Lassan végéhez közeledik ez az áldott sorozat, amit 2018. novemberében kezdtünk el, már csak 3 ige hirdetés lesz, ezen kívül erről. Most a 21. fejezet következik, abból az első két verset és a 3. vers első felét fogom felolvasni. Tehát a János evangéliuma 21. részének az első két versét és a 3. versnek az első felét leülve, maradva nyitott szívvel hallgassuk meg az ígét.
Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyünk halászni. Erre ők ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Mi is elmegyünk veled. Drága testvéreim, az utolsó alkalommal ott hagytuk abba a János evangéliumának a magyarázatát, hogy Jézus feltámadt. Jézus megjelent az ő tanítványai között. Ezzel egy teljesen új korszak indult el a tanítványok életében, de ennek a világnak az életében is. A feltámadásnak az ideje, a győzelemnek az ideje. A gond csak az, drága testvéreim, hogy a feltámadott a halál világában jelent meg. A feltámadás hite még a halál világában jelenik meg, van ma is jelen mi közöttünk. És ezért ez egy óriási harcot, egy óriási küzdelmet jelent. Győzelmekkel és vereségekkel, mélységekkel és magasságokkal. És ebben az igében mi most ennek vagyunk a tanúi. A halált ugye általában kaszásként szokták ábrázolni, ami lekaszálja a gabona fejeket. Igen, lekaszál bennünket a halál, de nem csak úgy, hogy majd egyszer mindnyájan meg kell halnunk, hanem most is működik. A baj az, hogy nem csak minket kaszál le, hanem még sokkal rettenetesebb az, hogy bennünk kaszál a halál. Bennünk pusztít a halál, drága testvéreim. Már most itt van a halálnak az erői, munkálkodnak bennünk. És nagy erővel munkálkodik a halál, és nagy erővel írtja ki az embereknek a szívéből például a hitet. Mert nagyon sok emberből már a hitnek az ír magját is kiírtotta. Nincsen hit. Elmondtam itt a múlt hét folyamán, hogy szomorú voltam, azért nem voltam, többen kérdezték, hogy hol voltam a múlt vasárnap. Hála Istennek nem beteg voltam, hanem egy közeli helyiségben, egy 1000 lelkes gyülekezetben hit mélyítő hetet tartottam. Esténként 23 és 31 ember jött el az 1000 lelkes gyülekezetből. Hit mélyítő alkalom. Vagyis körülbelül annyi emberben pislákol 1000 ember közül a hit. Nem döbbenetes, drága testvéreim. Az emberek 2%-a, 100 ember közül 2-ben van valamelyes hit. Legalábbis annyian jöttek el, mert erről szólt az igehirdetés, hogy hogyan növekedhetünk a hitben. Micsoda sikerrel kaszál a hitetlenség. Micsoda sikerrel kaszálja a hitet, a szeretetet, a gyűlöletet bennünk, drága testvéreim. Milyen sikerrel tudja kiírtani belőlünk mindazt, ami szent, ami igaz, ami nemes. Igen, döbbenetes ez, a halál világában élünk, ahol arat a halál, és most szó szerint is arat, hiszen tőlünk nem tudom hány pár száz kilométerre is arat a halál. Egy hit ellenes
feltámadás ellenes, halál arcú világban élünk, drága testvéreim, és ezt nekünk világosan kell látnunk. És nekünk ebben a világban, ebben a feltámadás ellenes, ebben a halál arcú világban kell Jézus tanítványainak maradnunk. Ebben a halál arcú világban kell hinnünk Jézus Krisztusban, kell ellenállnunk a halál erőinek, kell ellenállnunk a feltámadás erőinek. Ebben a világban, a koporsók világában, a háborúk világában, egy szóval a halál világában kell hinnünk a feltámadásban, és hirdetnünk a feltámadást, drága testvéreim. Mi nem adhatjuk fel ezt a hitet, mi nem mondhatunk le erről. Mindenek ellenére sem, ami bennünk van, mindjárt látni fogjuk, hogy bennünk is mennyi nyomorúság van, és annak ellenére, ami a világban van, nem adhatjuk fel ezt a hitet, drága testvéreim. Igen, de egy dolog biztos, és ezt az egyet nem szabad elfelejteni, drága testvéreim. Ha mindent elfelejtünk ebből a prédikációból, ezt az egyet nehogy elfelejtsük, ezt az egyet vigyük magunkkal a mai Isten tiszteletről, hogy egészen másképpen halnak meg azok, akik a feltámadás hitével halnak meg, mint azok, akik a feltámadás hite nélkül halnak meg. Akik a feltámadás hite nélkül halnak meg, azok kétségbe esetten, lemondással, rezignáltan halnak meg. Reménység nélkül halnak meg. Valóban a sírnak halnak meg, a temetőnek, a pornak halnak meg. Azok a földbe készülnek, ahogy sokszor elmondtam a gyülekezeti tagunknak, János bácsinak a szavait, hogy ő a földbe készül, akik azonban a feltámadás hitével halnak meg. Azok Krisztusban halnak meg, Krisztusnak halnak meg, a feltámadásba halnak meg, az életbe halnak meg. És ez egy óriási különbség, drága testvéreim. Azok átmennek, azokat angyali karok viszik az örök életbe és az üdvösségbe. Úgy, ahogyan az a gazdag is a Lázár példázatából, Lázárról megvan írva, hogy az angyalok által vitetett a mennybe, vitetett Istenhez. Drága testvéreim, tehát ezt világosan kell nekünk látni, hogy a Jézus győzelme egy ostromlott győzelem, egy szüntelenül harcban levő győzelem. És figyeljük meg Jézust, hogy amikor beszél a tanítványainak, nem azt mondja, hogy gyerekek, hát ez flottul fog menni, hát ez úgy fog menni, mint a karikacsapás, mindenki fog hinni a feltámadásban, mindenki el fogja hinni a szavatokat, a ti életetek egy hatalmas diadal út lesz. Jézus nem ezt mondja, azt mondja, hogy a világon nyomorúságotok részen, azt mondja, hogy üldözni fognak benneteket, azt mondja, hogy meg fognak ölni benneteket, de bántani fognak benneteket. De én azt mondom, hogy ti bízzatok, mert én meggyőztem ezt a világot. Drága testvéreim, ezt nekünk tudnunk kell. Főleg a fiataloknak, konfirmándusok, nehogy hamis illúziókkal induljatok el a Krisztus követésébe. Ahogy sokszor elmondtam, a holland testvéreink így köszöntik a konfirmándusokat. Welcome in the strijd, Isten hozott a harcba.
mert ez nem egy rózsás kert, nem egy rózsás liget, nem egy vasárnap délutáni séta. Ez egy küzdelem. Nem hiába mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek a szép harcát. A mi húsvéti bizonyságtételünk egy ellenséges világban zajlik. A halál világában zajlik, drága testvéreim. Ezt nagyon jól látjuk ebből a történetből, amit, ha Isten éltet, jövő vasárnap folytatni fogunk. Itt 7 tanítványt látunk, hogy miért csak 7-et, mi van a többi 4-gyel, azt nem írja le a Szentírás. És mi úgy gondolnánk, hogy ezek a tanítványok most tele kellene legyenek örömmel, lelkesedéssel, újongással, hallelujázással. Most azt gondolnánk, hogy ezek a tanítványok repülnek, mennek, szaladnak Jeruzsálem utcáinak, és mindenkinek mondják, kiáltják, Jézus él, Jézus feltámadott, Jézus győzött, a halál le van győzve. És nem ezt olvassuk, drága testvéreim, nem ezt olvassuk, hanem itt csüggett tanítványokat látunk, akik halászni mennek. Pedig Jézus megmondta, hogy mostantól fogva ti nem halakat halásztok, hanem embereket halásztok. Megmondta nekik, hogy én most ember halászokká teszlek titeket. Visszamennek a régi életükbe, visszamennek a Jézust megelőző életükbe. Drága testvéreim, olyan jó, hogy a Biblia egy nagyon őszinte könyv. Nem mutatja egy rózsaszín szemüvegen keresztül a történeteket. Kíméletlen őszinteséggel beszél a tanítványoknak a hitetlenségéről, a csüggedéséről, a kétségbe eséséről. Bemutatja azt, hogy itt semmi se látszik a tanítványokon abból, hogy ők találkoztak volna Jézussal, hogy őket átjárta volna a feltámadásnak a hite, a feltámadásnak az öröme. Ezek a tanítványok, hogy úgy mondjam, rezignáltak és tanácstalanok. Drága testvéreim, de úgy, ahogyan én sokszor mondani szoktam, vigyázzunk, hogy ne dobjunk könnyen követ a tanítványokra. Sokkal inkább egy picit magunkat vizsgáljuk meg, és kérdezzük meg magunkat őszintén. Rajta mindig látszott az, hogy én hiszem a feltámadást? Látszott-e az, amikor eltemettem a szüleimet, eltemettem a férjemet, a feleségemet, netalántán még a gyermekemet is? Én nagyon sokszor, nagyon megvoltam keseredve, amiatt, hogy olyan emberek, akikről én hittem és tudtam, hogy hívő emberek. Mégis, amikor eljött a temetésnek a pillanata, akkor olyan reménység nélkül gyászoltak, olyan hit nélkül gyászoltak. Ilyen volt például az első gyülekezetemben, azért mondom, mert már mind meghaltak, a kedves gondnokasszony, a Kati néni, aki tényleg naponta Bibliát olvasott, de amikor meghalt 80-valahány éves korban, nem fiatalon úgymond, az édesanyja vagy édesapja már nem, az édesapjam, az édesanyja később temették, akkor olyan kétségbe esetten sírt. Persze, hogy sírt, azzal nincs baj, én is sírtam az édesanyám koporsója mellett. És ezzel nincsen baj, hogy sírunk, de hogyan sírunk, drága testvéreim? Én úgy szoktam mondani, hogy az egyik szemünk azért ne vessen, csak az egyik sírjon. Mert ott lehet a szomorúság, nyilván, és ott kell legyen. De a másik szemünkön csillanjon meg a feltámadásnak a fénye. Sokszor olyan emberek, akik hívő emberek voltak, ilyet mondtak nekem, hogy én nem tudok egy halálos beteget meglátogatni, mert én mit mondjak
egy haldoklónak? Mit mondjak egy halálos betegnek? Hát mit? Hát a feltámadást, hát a Krisztus győzelmét. Persze, hogy nem olcsó vigasztalást. Nem azt, amit általában szoktuk, hogy ne busulj, mert jön a tavasz, és meg fogsz gyógyulni. Nem ezt. Ez csak fáj, ezzel csak rontunk. Ha ilyen vigasztalást nem mondjunk, drága testvéreim, hazug, hamis vigasztalásokkal ne áltassuk, de mondhatjuk azt, hogy el van készítve számodra a mennyei hajlik. Hát Jézus meghalt érted, meghalt a bűneidért. Feltámadott, és ő azt mondta, hogy ő az övéit is magához veszi. Ő azért ment el, hogy helyet készítsen nekünk az atyai házban. Drága testvéreim, mennyire sokszor nem tudunk mi sem, antireklámjai vagyunk a feltámadásnak. Nem tudunk bizonyságot tenni, nem tudunk hinni a feltámadásban. És ez nagyon nagy nyomorúságunk. Nietzsche, a pogány filozófus mondta ezt, hogy megváltottabbaknak kellene lenniük a keresztényeknek, hogy én tudjak hinni a megváltóban. Hát ezt parafrazálva így mondhatnánk, drága testvéreim, hogy feltámadottabbaknak kellene lenni a keresztényeknek, hogy az emberek tudjanak hinni a feltámadottnak. Igen, itt Péter azt mondja a társainak, én elmegyek halászni. És az, hogy egyik el van csüggedve, azt még valahogy meg lehet érteni, hiszen Péter túl van a tagadáson, sok mindenen túl van. De hogy a többi 6 tanítvány közül egyik sem mondja azt, hát Péter, hát miért vagy úgy elcsüggedve? Hát miért nem hiszel? Hát láttuk a feltámadottat. Hát vele voltunk, hát vettük a Szent Lelket. Hát ő küldött bennünket, hogy menjetek el, ahogy én engem küldött az Atya, én is úgy elküldelek titeket. Egy sem. 4 teljesen hiányzik. Azt jelenti talán, hogy ők még jobban el voltak csüggedve. Nekik már a munkához sem volt kedvük, de a többit 6 tanítványba se pislákolt a hitnek a legkisebb fénye sem, lángocskája sem. Egy olyan üzenetnek a birtokában vannak, ami a sarkából kellene kifordítsa ezt az egész világot. És ehelyett ők elmennek halászni. Ahelyett, hogy mennének bizonyságot tenni a feltámadottról, ők elmennek halászni. Mennek vissza a régi életükbe. Mennek vissza a régi hitetlenségükbe. Mennek vissza a régi kétségbe esésükbe. Ahelyett, hogy Szentlélekkel, tűzzel, erővel, hittel, lelkesedéssel hirdetnék a feltámadásnak az üzenetét. Ők mennek halászni. Drága testvéreim, érzitek, hogy micsoda ellentmondás ez, hogy hit kellene, lelkesedés kellene, és ők mennek halászni. Drága testvéreim, magamnak mondom, nem nektek. Vajon nem azért néz ki úgy ez a világ? Vajon nem azért 1000 emberből csak 23-ban mocorog valamilyen hit? Mert az a 23 sem tud lelkesedéssel, erővel, hittel menni, bizonyságot tenni. Valaki egyszer így mondta, én csak idézem, nehogy megsértődjetek, ha ilyen a világ, keresztjének szégyeljétek magatokat, mert miattatok ilyen ez a világ. Ti nem tettetek többet ezért a világért. Ti nem tettetek bizonyságot jobban ennek a világnak. Rajtatok nem látott ez a világ igazi hitet, igazi reményt, igazi győzelmet.
ti a vereséget hirdettétek, ti a lemondást hirdettétek, és mutattátok az életeteken. Igen, drága testvéreim, ez a történet is mutatja azt, hogy hát igen, mi ennyik vagyunk, ilyenek vagyunk, ilyen nyomorultak, ilyen gyarlók, ilyen gyengék vagyunk mi, drága testvéreim. Ilyen mély pontok vannak Isten gyermekeinek az életében. Ennyire nem tudunk mi bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ennyire csak a földi dolgokra gondolunk, a halászatra gondolunk, a mindennapi kenyérre gondolunk, a háborúra gondolunk, a vírusra gondolunk, és mindenre gondolunk, csak éppen arra nem, amire kellene. Mindenről beszélünk, csak arról nem, amiről kellene. Ami győzedelmes Urunkról, ami győzedelmes hitünkről. Igen, mennek halászni. Pontosan olyanok ezek a tanítványok, mint a próféta, ugye Jónás, akit az Úr Ninivébe küldött, hogy menjen a nagyvárosba hirdetni Isten igéjét. És hová megy Jónás? Nyugatra indul, Tarzisba indul, ugye a mai Spanyolország, sark ez, ha jól tudom, pont Gibraltár, ez most. Pont az ellentétes irányba indul. És ilyen döbbenetes, hogy a pogányok kell bíztassák őt, hogy hát te miért nem imádkozol, te miért nem hívod a saját Istenedet. A pogányok meg szégyenítik. Ma a mohamedánok szégyenítik meg a keresztényeket. A püspök úr nem olyan rég, vagy egy gyűlésen, azt hiszem lelkészi gyűlésen mondotta, hogy a mohamedánok nem hagyják el a hitüket. Ez a keresztényekre jellemző. Ők nem tagadják meg a prófétájukat. Ha kell, meghalnak érte. A keresztények azok, akik gyalázatosan megtagadják, gyáván megtagadják az ő hitüket. Ez szomorú dolog, drága testvéreim, de nem szabad a mai vasárnapon ezzel a szomorúsággal elmenni. Nyilván azzal a szomorúsággal, azzal a bűnbánattal, hogy én is elsősorban magamnak mondjam, nem tettem mindig mindenütt úgy bizonyságot Jézus Krisztusról, az ő feltámadásáról, ahogy kellett volna. Talán szavammal tettem, de talán az életem nem volt mindig feltámadott élet. Talán nem ragyogott az arcom a feltámadásnak az örömétől, úgy, ahogyan kellett volna ragyogjon. Talán nem hirdettem olyan erővel és olyan lelkesen Isten szavát és Isten igéjét, ahogy kellett volna. De drága testvéreim, van egy óriási örömhír. És ez az óriási örömhír az, hogy Isten kegyelme nagyobb a mi bűnünknél. Isten kegyelme nagyobb a mi gyarlóságunknál. Krisztus győzelme nagyobb a mi gyalázatos hitetlenségünknél. Az örömhír az, drága testvéreim, hogy a mi kudarcaink hitben, bizonyságtételben, életünkben vallott kudarcaink nem hiúsítják meg a Jézus Krisztus győzelmét, drága testvéreim. Ahogy a kedvenc ige hirdetőm fogalmaz, az az óriási kegyelem, hogy Isten még a mi görbe vonalainkon is egyenesen tud írni. Isten olyan kegyelmes, hogy még a mélységeinket is fel tudja a mi javunkra
és üdvösségünkre használni. És erre csak egy példát mondok, drága testvéreim. Az első szomorú szakadás az egyházban, amit aztán millió egyház szakadás követett. Éppen ma reggel beszéltem interneten holland barátaimmal, akik Kárpátalján vannak, és egy kiszakadt gyülekezetben vannak, akik még visszaemlékeznek Szanyi György evangelizációjára, az Ezékiel 36-ról, a csontok megelevenedéséről. Akkor volt Kárpátalján az a szomorú egyház szakadás, ugye, amit ő elmondott, és én elmondtam, hogy én nagyon szomorúnak, mert egy ilyen kiszakadt gyülekezetben vannak. Persze hollandok sportot űztek az egyház szakadásból, ők nem veszik ezt olyan tragikusan. Én mondtam, hogy nekem nagyon fájt az is, és nagyon fáj most is minden egyház szakadás, és nem kellene ennek így lennie. Sokszor olyan emberi gyarlóság ez, sokszor olyan nevetséges, kicsinyes dolgokon szakadnak el a keresztények egymástól. Nyilván, hogy vannak fontos dolgok, a reformációnál nem lehetett az egyház egységét megőrizni. Amikor a Biblia alap igazságairól van szó, ott nem lehet engedni a 21-ből, ahogy mondani szoktuk, de nagyon sokszor nem így volt. Nos, az első egyház szakadás, ugye, az Pál apostolnak és Barnabásnak a szomorú elválása egymástól. És ott az a nagyon szomorú, hogy nem egy teológiai kérdésen, nem egy lényegi kérdésen volt az elválás, ugye? Hanem azért váltak el, mert János Márk az első missziói úton szegény fiatal volt, gyerek volt, látva az útnak a veszélyeit, nehézségeit, visszafordult. És Pál apostol azt mondta, hogy egy ilyen gyáva embert, aki meghátrált, én nem viszem többé magammal. És ezen szétváltak Pál és Barnabás. De mekkora volt az Isten kegyelme, drága testvéreim? Azért, mert egy helyett két csapat indult el az evangélium hirdetésére. Ugye Pál apostol maga mellé vette Silást, akivel aztán együtt a börtönben is volt Filippiben. Barnabás pedig maga mellé vette Márkot. Márk most már tanult az előző hibájából, gyengeségéből, és Isten ebből a nagyon rossz dologból, hogy két ilyen jó barát, két apostol, akik Antiókiában évekig együtt munkálkodtak, együtt építették az Isten országát, elszakadtak egymásból, kihozta azt az áldást, azt a jót, hogy két csapat indult el, két úton még több embert érhetett el az evangélium. Persze ez nem menti az ő bűnüket, nem menti a mi bűnünket se, drága testvéreim. Ne mentsük magunkat, azt mondjuk, hogy hát Isten olyan jó, hogy még az én gyávaságomból, gyengeségemből is jót tud kihozni. Ha én nem tudtam bizonyságot tenni, majd bizonyságot tesz valaki más. Ne mentsük a bűnünket, drága testvéreim. Én sem mentsem, ti sem mentsétek, mert ez bűn. Ezt lássuk meg, valljuk meg, hogy gyengék vagyunk a hitben, de ugyanakkor örüljünk annak, drága testvéreim, hogy íme Isten ilyen tanítványokat is, hiszen majd ezek a tanítványok még kell munkálkodjon az Úr rajtuk. Pétert vissza kell állítsa az Úr Jézus Krisztus. Majd két alkalom múlva ezzel fogunk foglalkozni. Rá kell kérdezzem még a szeretetére, de utána aztán elindulnak. Mindegyik elindul a bizonyságtevés útján. Ezek az emberek, ezek a most nagyon gyarlóan viselkedő emberek rezignáltan, tanácstanul, hitetlenkedve
viselkedő emberek nem sokára mégis elindulnak, mégis Isten áldott eszközei lehetnek. Drága testvérem, mögötted is vannak kudarcok, mögöttem is vannak kudarcok. Ne ezekre nézzünk. A kegyelem nagy, a kegyelem erős, és Isten kegyelme az, hogy még engem, még téged, ilyen gyenge, ilyen gyarló embereket is fel akar használni az ő országa építésében. Drága testvéreim, ez az egyetlen nagy célja az életünknek. Ma is vannak gyászolók, emlékezők. Ez az egyetlen nagy célja az életünknek, hogy legyünk használható eszközök, hogy tudjunk bizonyságot tenni egy halál arcú világban, egy feltámadás ellenes világban. Legyünk mi Jézusnak olyan tanítványai, akik visszük a feltámadás jó hírét. És én azt kívánom nektek, drága testvéreim, hogy akár a mai napon, bizonyára Isten már a mai napon is ad lehetőséget, és a jövő héten is állunk majd koporsók mellett is, legyen alkalmunk arra, és valóban mindig, minden helyzetében az életünknek látszódjon meg az, hogy mi hiszünk a feltámadásban, hogy a feltámadott Jézus Krisztus ott van, jelen van a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, édes Atyánk, köszönjük a Te szabadat, a Te ígédet. Nehéz a Te ígéddel szemben nézni, nehéz a Te ígédnek a tükrébe bele tekinteni, mert ott kíméletlen őszinteséggel látjuk meg a tanítványok nyomorúságát, hitetlenségét, gyengeségét, de látjuk meg a magunk hitetlenségét, gyengeségét, bizonyság tételre sokszor olyan alkalmatlan életünket. Urunk, nem tudunk egyebet mondani, mint hogy könyörülj rajtunk, könyörülj a mi gyengeségünkön. Nem tudunk egyebet mondani, mint amit az az édesapa mondott egykor, aki beteg gyermekét oda hozta az Úr Jézushoz, és őszintén megvallotta, hogy én hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Urunk, könyörülj rajtunk, légy segítségül a mi hitetlenségünknek. Bocsásd meg azt a sok-sok alkalmat, amikor nem tudtunk bizonyságot tenni rólad, amikor nem látszódott meg az életünkön, hogy mi a feltámadottal találkoztunk, mi a feltámadottban hiszünk, mi hisszük az örök életet, mi hisszük a halottak feltámadását. Ó, Urunk, könyörülj rajtunk, megvalljuk ezt őszintén, neked nem mentegetjük a mi bűneinket, mert azzal semmit nem tudunk elérni. Bele akarunk kapaszkodni, Úr Jézus Krisztus, beléd, az erősbe, aki mindig bizonyságot tettél, akit nem lehetett eltántorítani a küldetéstől, a bizonyság tételtől. Urunk, köszönjük ezt. Köszönjük, hogy felragyogott ebből az ige hirdetésből mégis a reménység, hogy Te még ilyen tanítványokat is, ilyen gyenge, esedező, botladozó tanítványokat is, hitükben visszaeső tanítványokat is, mélységben levő tanítványokat is ki tudtál emelni, fel tudtál emelni a csüggedésből, a tanácstalanságból, a hitetlenségből. Urunk, emelj fel bennünket is. Könyörülj, Urunk, rajtunk is, és adjad,
hogy ezután sokkal jobban látszódjon meg rajtunk az, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Mi hiszünk a feltámadásban és a feltámadottban is. Urunk, mekkora kegyelem lenne az, ha úgy tudnánk ezt megtenni, hogy lássák ezt az emberek, és ők is elinduljanak, megmozduljon valami azokból, akikből a halál lekaszálta már a hitet, és csak a hitetlenség, csak a közömbösség, csak a bűn maradt. Ó, Urunk, könyörülj rajtunk, áldjál meg bennünket, áld meg ezt a gyülekezetet, hogy ennek minden tagja lehessen bizonyság tevő lélek, hogy senki se tagadja meg a hitét. Hadd könyörögjünk Istenünk most, különösképpen a konfirmándusokért, akik két hét múlva ide ki fognak állni, és nagyon súlyos szavakat fognak kimondani, hogy református egyházunknak és Jézus Krisztusnak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész híve leszek. Ó, Urunk, add, hogy ne legyen ez a szó képmutatás, üres szó, hiszen a mai bibliaolvasó kalózban hét jajt olvastunk a képmutatókra, azoknak, akiknek az életén csak külsőség a hit, de belül nincsen semmi, belül üresség van. Ó, Istenünk, te munkálkodj ezeknek a fiataloknak a szívében, te érintsd meg az ő fiatal életüket, hogy most még ifjú korukban adják át Jézusnak a szívüket. Mekkora nyereség lenne ez a gyülekezetünk számára, hiszen mi idősek nem sokára már távozunk a feltámadásba, az örök életbe, és őkkel elfoglalják majd a helyünket itt, ebben a gyülekezetben. Istenünk, könyörgünk mindenkiért, könyörgünk azokért, akik mélységben vannak. Sokan vannak, akik nem tudnak hinni az örök életben, nem tudnak hinni a feltámadásban. Ó, olyan sokan mondták nekem is, hogy én mindent elhiszek, de ebben az egyben. Pedig ez a legfontosabb, ha ezt nem hisszük, mondja Pál apostol, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, akkor a többi hitünk mind hiába való, akkor még bűneinkben vagyunk, ha nincs feltámadott Krisztusunk, és ha nincs a feltámadásban való reménységünk. Istenünk, ajándékozd meg élő hittel az ilyen testvéreket. Ha lenne még kételkedő, él a Jézus, meggyőzi ő, mondja a húsvéti énekünk. Győzz meg, Úr Jézus Krisztus, minden kételkedőt, könyörülj minden emberen. Istenünk, hadd könyörögjünk a gyászoló, emlékező testvéreinkért. Áld meg őket is, s adjad, hogy úgy tudjanak gyászolni, és úgy tudjanak emlékezni, hogy abban a feltámadás drága hite ragyogjon fel, csillanjon meg, és ne csak a szomorúság legyen ott a szívükben a veszteség miatt, hanem legyen ott a honvágy azon mennyei haza után, ahol mi reméljük és hisszük a boldog találkozást azokkal a szeretteinkkel, akik hitben, Krisztusban távoztak el az élőknek a sorából innen, erről a földről. Hadd könyörögjünk Istenünk a háború sújtotta vidékért. Urunk, könyörülj rajtuk, könyörülj azokon, akik otthon vannak, könyörülj azokon, akik bunkerekben, óvó helyeken vannak, könyörülj azokon, akik a harc tereken vannak, félve is rettegve, hogy melyik pillanatban találja el őket a gyilkos golyó, rakéta, bomba. Urunk, te tudod meggyőzni a kemény szívűeket, a hatalmasokat is.
jobb belátásra bírni országok, nagyhatalmak vezetőit. Istenünk, könyörülj ezen a világon. Hát könyörögjünk, Istenünk, esőért, hiszen óriási a szárasság. Sárgulnak el a vetések a csapadék hiánya miatt. Istenünk, Illés imádkozott, és 3 évig nem volt eső, és utána újra imádkozott, és lett eső. Hisszük, hogy ez is eszköz, amit te adtál, hogy imádkozzunk, bármit városon élünk, és talán örülünk a kiránduló időnek, hogy meleg van, és ki sétálhatunk a parkokba, az erdőkbe. Urunk, te add meg ezt is nekünk. Könyörülj a magyar népünkön, amelyik újra választás, döntés előtt áll. Istenünk, te adj bölcsességet mindenkinek is. Mi csak azt tudjuk kérni, hogy azok vezessék az anyaországot, akik benned bíznak, akik hisznek benned, akik a te akaratodat akarják tenni és cselekedni, és nem csak az anyaországban kérjük ezt, hanem minden országban. Istenünk, te áld meg ezt az időt most, konfirmálás, húsvét, áldott idő ez. Adjad, hogy tudjunk lélekben készülni a feltámadásra. Kérünk a betegeinkért, kérünk asszonytestvérünkért, aki a jövő héten kell bevonuljon a kórházba, áld meg őt, köszönjük, hogy neki nagyon erős a hite, és tudja azt, hogy a műtőasztalon is ott lesz a te kezedben, Urunk, te vezéreld az orvosnak a kezét, aki fogja ezt végezni, hogy emberileg meg tudja tenni, amit meg kell tennie. És ha lennének mások is ilyen helyzetben, könyörülj rajtuk is, hálát adunk a gyógyulásokért, a javulásokért, mindenért, Istenünk. Könyörgünk családjainkért, gyermekeinkért, unokáinkért, áld meg őket is, hallgass meg most csendben szívünk mélyén elmondott fohászainkat, könyörgéseinket is, s ami akaratod szerint való, azt add meg minékünk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Sokat tudtok
láttatok és meséltetek, tapasztaljátok meg azt, hogy Isten elhívott a szolgálatra, a vele való együttjárásra, és ebben a járásban van reménység, kegyelem és vigasztalás számunkra is. Kegyelettel emlékezünk ezen a mostani Isten tiszteleten Kvacskai Károlyné született Gedő Teréz asszonytestvérünkre, aki 87 éves korában egy évvel ezelőtt hunyt el. Őt gyászolják gyermekei és hozzátartozóik, az unokák, a családnak apraja és nagyja, a rokonság, mindenki, aki hozzá közel áll, szerette, tisztelte és ismerte. Mind a gyászoló, mind az emlékező családnak, azzal a biztatással szóljuk most a kegyelem evangéliumát, hogy minden sebre Jézusnál van gyógyszer, minden sebet be tud kötözni Jézus, és valamennyi nehéz helyzetben őtőle erőznél. Köszönjük az emlékezés virágszálait, amelyeket elhelyeztetek a Szent Asztalra, az adományokat, amelyekkel megkerestétek Anya Szent Egyházunkat. Elhunyt szeretteitek pihenése csendes legyen, emlékét szívetekben a hallott feltámadás reménységével őrizzétek. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma délután egy zenés istentisztelet lesz a képek csoportból megnyílt Petrisbiakotát. Egy zenés istentisztelet lesz, azért is van körülöttem most sok hangszer, illetve különböző zeneszerszámok. Ennek az alkalomnak a címe az, hogy hegyeket mozdít el, és a gyülekezetünknek a Talentum elnevezésű zenekarra fog szolgálni, tehát ma este 6 órától mindenkit szeretettel várunk vissza erre az alkalomra. A következő hétnek az eseményeit is szeretettel ajánlom a figyelmetekbe. A szerdai sose késő bibliórás csoportunknak a vendége Kádár Otton lesz. Ő Izraelbe kirándulásokat szervez, és nagyon sok élményt gyűjtött össze arról, hogy milyen a Szentföldön lenni, milyen a Szentföldet meglátogatni, és erről fog beszélni. Mindenkit nagyon szeretettel hívok erre az alkalomra. Én ezt a személyt nagyon jól ismerem, hétfőnként rendszeresen találkozunk, beszélgetünk, és a Szentföldön töltött időnek a hatását láthatjuk az életében is. Szeretettel hirdetem nektek, testvérek, azt, hogy az ezt követő alkalmaink továbbra is 6 órától fognak kezdődni, tehát minden egyes délutáni programunkat este 6 órától fogunk tartani. Csütörtöki bibliaóra is már 6 órától lesz, a szombat este és a vasárnap este istentisztelet is ebben az időpontban fog zajlani. Szeretettel kérdezem azt a testvérektől, hogy azok közül, akik 1972-ben konfirmáltak, azaz 50 évvel ezelőtt, ha lenne olyan, aki megerősíteni a most itt levő ülő fiatalokkal az ő hitét, és az 50 évvel ezelőtt elmondott fogadalmát újra elmondaná és újra átgondolná, kérem, hogy a lelkipásztori hivatalban, vagy szolgatásomnál, vagy nálam jelezze, hogy ezt az ünnepi pillanatot meg tudjuk szervezni. Lehet, hogy egy nagytata, egy nagymama, lehet, hogy egy nagybácsi, egy nagynéni, egy keresztszülő valaki a gyerekek családjából szívesen megerősíteni a fogadalmát, és ezt mi szeretettel kérjük, hogy jelezzétek a mi számunkra. És hirdetem azt is, drága testvérek, hogy elkészítettük a nyomtatványokat arra való tekintettel, hogy aki a tavalyi esztendőben alkalmazott volt, és a fizetéséből levont adóból 3,5%-ot szeretne felajánlani az itt zajló gyülekezeti munkára, ifjúsági munkára, akkor ezeket a nyomtatványokat a lelkipásztori hivatalban át lehet venni, vagy akinek a 2001 meghaladja a nyugdíja, ő is felajánlhatja a 3,5%-ot szintén, és ezt mi nagyon szeretettel elfogadjuk és megköszönjük. Ugyanakkor hirdetem, hogy tekintettel a technikai korlátozásokra, már az egy hétre tesszük azt a pillanatot, amikor a márciusi eseményekről a presbiter asszonyunk beszámol. Kedves vasárnapot kívánok mindjártoknak! Köszönjük szépen! Akkor énekeljük, testvéreim, az áldásra várva 476. énekünknek a 3. és 4. versét, szóljon a kürt, fennlobogjon, győzedelmi jel.
szóljon a kürt, fellobogjon, győzedelmével. Így előre Jézusunkkal néki győzni kell. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk, hozzád estünk, győzedelemért. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkon segít meg szívünk harcainak. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk, hozzád estünk, győzedelem. Fogadjuk azzal az ígével az áldást, amit már részben idéztem is, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levele 6. részének a 12. verséből. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amire hivattattál, és szép vallástétellel vallást is tettél, sok bizonyság előtt. Amen.